Jó napot kívánok! Ma van a vízvilágnapja. A Párbeszéd mai sajtótájékoztatóján Magyarország vízellátásának a problémáiról és megoldási javaslatairól fogunk beszélni. És ugye a sajtótájékoztatót online követők nem látják, de vagy nem biztos, hogy látják, de akkor így elmondom, hogy köszönöm a hazai propaganda sajtónak a képviselőt, akik valamiért ma nagy számmal itt vannak. Én nagyon örülök neki, hogy úgy látszik, hogy ők is fontosnak tartják a vízvilágnapját és Magyarország vízellátásának a kérdését. A Párbeszéd szerint is ez egy nemzeti ügy, ez egy stratégiai nemzeti kérdés, amit én azt gondolom, hogy komoly változásokra van szükség ebben a témában. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy a földi életet, a mi életünket is a földön az ivóvíz megjelenése és az ivóvíz megléte teszi lehetővé, és ezért nagyon-nagyon fontos lenne, hogy azokat a problémákat, amikkel az sajnos Magyarország vízellátása és ivóvízellátása szembenéz, ezeket minél előbb orvosoljuk. Azért tartom itt a kezemben ezeket a képeket, mert tavaly egy példátlan aszállyal szembesültünk Magyarországon. Itt ugye egy kukoricás látható, itt pedig csak, hogy megmutassam, ugye egy kiszáradt kisebb tómedre, de ezek nyilván sajnos nem egyedülálló esetek voltak a tavalyi nyáron, tehát folyamatosan szembesülhettünk azzal, hogy mennyire kiszáradt a táj, és hogy ez már ivóvízkorlátozásokhoz, öntözési, locsolási korlátozásokhoz is vezetett. Tudjuk, hogy klímaválság van, és a klímaválság miatt ugye az átlaghőmérséklet növekedése az veszélyezteti a vízellátást, csökken a csapadék mennyisége, de nem mindegy, hogy ebben az esetben milyen válaszokat adunk. A klímaválság sajnos most már azt kell, hogy mondjam, egy adottság, de van lehetősége Magyarországnak, hogy a meglévő vizeire jobban vigyázzon, és az egyébként meglévő vizeket, például ugye a téli-tavaszi árvizeket megtartsa az országban. És ezek utána egy biztonsági tartalékot képezhetnének a nyári aszály idejére. Sajnos, ami ma Magyarországon történik, az pont ennek az ellenkezője. 13 év kétharmados Orbán kormány után folyamatos az ország lecsapolása és kiszárítása. Egyik nagyon nagy probléma az, hogy eleve a tájba beérkező vizeket nem tartják meg. Ma Magyarországon hiába van vásárhelyi terv, ezek a természeti tájban kijelölt vízgyűjtők, víztározók szárazak, nem engedik ki bele a vizeket, még a téli, koratavaszi áradások, vagy magasabb vízállások idején sem. A Közép-Tisza vízügyi igazgatóság területén tudunk olyan csatornákat, ahol jelenleg is a hullámtérből, tehát a Tisza folyó hullámteréből csatornákkal, zsilipekkel vezetik le a vizet, szárítják ki a tájat. Ez egy hatalmas hiba. A Párbeszéd javaslata ebben a kérdésben az, hogy egyrészt a vízügyet nem a belügyminisztérium alá kéne a vízügyi igazgatóságokat helyezni. Ideális esetben egy környezetvédelmi minisztérium alá kéne, de ha már ez a minisztériumi struktúra van, akkor legalább mondjuk az agrárminisztériumnak ehhez több köze lenne, hiszen nem csak az lenne a lényeg, hogy megtartsuk ezeket a vizeket, és valóban a víztározókba ilyenkor kiengedjük, de egy olyan megváltozott mezőgazdasági művelésre is lenne szükség, ahol mondjuk a mélyebben fekvő területeket ilyenkor el lehetne árasztani vízzel, és ennek érdekében másfajta művelési módot megvalósítani, adott esetben például legeltetni kéne, ahelyett, hogy a mélyebben fekvő területeken mondjuk gabonát vagy kukoricát akarunk termelni. Tehát a Párbeszéd javaslata egyrészt a Környezetvédelmi Minisztérium, másrészt a vízügy, a mezőgazdasággal való jobb összehangolása, és igenis a táj lecsapolásának a megállítása. A másik hatalmas probléma azok a víz pazarló iparágaknak a támogatása az Orbán kormány által, és itt most nem véletlenül az akkumulátorgyárakra gondolok. Elképesztő mennyiségű vizet használnak az akkumulátorgyárak. Becslések szerint, hogyha megépül minden olyan gyár, amit jelenleg tudunk, amiről az Orbán kormány folyamatosan beszél, és ugye Szijjártó külügyminiszter, akkor gyakorlatilag egy budapestnyi ember 1,8 milliónyi ember vízfogyasztása pluszban terhelődik rá az országra. Ezt nem fogjuk elbírni, ez rengeteg víz, gyakorlatilag kiszárítják az akkumulátorgyárakkal az országot, ezt
ezért azt mondja a Párbeszéd, hogy erre egy elég egyszerű megoldás van, nem szabad akkumulátorgyárakat hozni Magyarországra, és nem szabad még többet hozni. Ami megvan, az már sok is, azokkal is rengeteg probléma van, de teljesen abszurd, hogy még több akkumulátorgyárat akarjon építeni az Orbán kormány. Látunk el, hogy ez ide vezet, ki fog száradni az ország az akkumulátorgyárak vízfelhasználása miatt. A harmadik nagyon komoly probléma pedig a vízi közművek borzasztó állapota. Talán önök is meg fognak lepődni, a Vízkoalíció nevű civil szervezet nagyon sokat dolgozik azon, hogy ezek a számok napvilágra kerüljenek. Ma Magyarországon a víziközmű hálózat annyira elhanyagolt, hogy mintegy 80%-a kockázatosnak minősül, tehát rossz minőségűnek, folyamatosak a csőtörések, és átlagosan az országban az ivóvízünk 20%-a elfolyik. Elfolyik a csöveken keresztül, elszivárog, és nem jut el a fogyasztókhoz. Ez egy óriási szám, és ez csak az országos átlag van, ahol 30-40%-os az ivóvízveszteség. Veszélyben van Magyarország ivóvízellátása, és az Orbán kormány az ég adta világon semmit nem tesz, nem fordítanak anyagi forrásokat arra, hogy ezeket a közműhálózatokat felújítsák, és erre nem önmagában az a megoldás, hogy majd államosítják, mert akkor sem fognak rá több pénzt fordítani, sőt most is látjuk, hogy van, ahol már ezt megtették, és nem javul az állapot, hanem egészen egyszerűen egy olyan ütemezett vízvezeték felújítási tervet kell készíteni, amelyet utána megvalósítható, átlátható, számon kérhető és nyilvános, és erre a megfelelő forrást kell fordítani. Ennek az egyik lehetősége például lehetne az, hogy az ivóvíz csatorna szolgáltatás áfáját lecsökkentik, de a fogyasztói árakat változatlanul hagyják, és így a plusz bevételt kizárólag az ivóvíz hálózat fejlesztésére fordítják. Tehát én azt gondolom, hogy ez a három téma egyrészt az, hogy a tájban a meglévő vizeket megtartani, az, hogy az akkumulátorgyárakat azonnal le kell állítani, és az, hogy a vízi közmű hálózatot fel kell újítani, ezek a Párbeszédnek a vízvilágnapi követelései. Természetesen ezeket nem csak itt a sajtóban fogom elmondani, hanem írásban a megfelelő minisztériumok felé is be fogom nyújtani. Őszintén remélem, hogy bár nyilván pontosan tudom, hogy az ellenzéki pártok javaslatait nem szokta a kormány meghallgatni, de a víz az egy nemzeti stratégiai kérdés, az ország vízellátása, hát ha ebben a kérdésben azért legalább valamelyest képesek lesznek ezeket a javaslatokat meghallgatni, és itt köszönöm szépen a figyelmet, öntsünk tiszta vizet a pohárba, és legyen több víz Magyarországon, szeretnénk, hogyha a vízvilágnapján erre az üzenetre odafigyelnének.